Na, hát ha már igazából ennyire pótolgatjuk a lemaradásokat, meg ilyenek, legalábbis megpróbáljuk, akkor úgy gondolt, hogy eljött az ideje a következő forzás videónak is, mivel már lassan 4 hónapja volt a legutolsó. És ugye abban a részben még maradt 5 autó, amit akkor még nem tudtam eldönteni, hogy akkor a következő részben 5 legyen, egy videóban, vagy pedig még csináljuk 2-t, és akkor úgy az egyikben 3, másikban 2, és mivel már nagyon régen volt az a rész, ezért úgy döntöttem, hogy akkor még legyen ebből 2 rész, és hogy most lesz 2 autó, mivel hogy nem tudom, miért nem, hát ha megint elfeledkezek róla, és akkor a legutolsó rész pedig megint 4 hónap múlva jön, de nem, most már nem. Sem próbálok nem olyat, nem csinálni olyat. Na, én azt mondom, hogy akkor visszamegyek a házhoz. Még annyit elmondok közben, miközben itt megyek a ház felé, hogy lehet, hogy a videó alatt lesz néhány háttérzaj, de az remélhetőleg nem lesz túl zavaró, illetve hangos. Na, szóval a következő kocsi, hát nagyon jól kezdünk, egy GMC Jimmy. I told Alex it was a Jimmy. He said, you mean a Blazer? I think he might the Oscar would get along. Ez eléggé Jimmy. Ez nagyon Jimmy-s. Jó, hát itt van Jimmy. És már azt is eldöntöttem, hogy most már megpróbálok okosan tudingolni. Nem rakok bele mindent, minden szart. Mondjuk egy C-s kocsiba lehet, hogy pont bele fog férni minden, de... Ezt nézzük meg Forza Vista-ba, az mindig fontos. Igen, nagyon aerodinamikus, azt lehet látni. Csak nem aszfaltom, megyek már bele. Hát igen, egy full stockba annyira nem gyors, ezt be kell vallani, de majd lesz, majd lesz. De azt is elfelejtettem, hogy ezt hogy csináltam, de ha jól emlékszem, mindig azt, hogy tuningoltam, utána megmentem vele egy versenyt. Szóval az lesz megint, megtartom ezt a szokást. Na, igazából tetejéig tudtam felhúzni. Mert ment volna még S1-e is, de tetején én megálltam, mert úgy gondoltam, az pont jó lesz. Nem teljesen a teteje, de majdnem. Szóval megnézzük, mit tud. Én úgy gondoltam, viszont, hogy ezt egy terepversenyre vinném el. Nyilván nem utcai versenyre. Hát, végülis itt az elközelebb is szerintem pont jó lesz. Nem válogatunk. Hú, az meg jó rövidek a sebessége. In fact, nagyon rövidek a sebessége. Mindig ez van. Nem baj. Na, baszakodtam itt kicsit a sebességfokozatokkal. És így majd fokkal jobb. Ja, így azért jobb lesz. Jó, mondjuk az 5. mindig elég rövid, de... Mindig jobb. Na, betöltöttünk végre. Na, nézzük. Aha, igen, a eddig sebességtől még... What the fuck? Na hát ez jól kezdődik. Jó, igen, bocsánat, már nagyon régen játszottam. Tehát a negyedik sebesség lett még nagyon rid. Valami, mindegy. Jó, az így. Jó, a második, akkor én nem tudom most a divatárok, hogy mik a faszomok ezek, milyen szinten vannak. De eddig ott hagytam. Na szóval még egy próba. Na szóval amit akartam mondani, hogy elég ott hagytam őket, mert az első egyenesbe.
Nem vagoljak át a földön, légy szív. Azt a... Itt a felfüggesztése nem tudom mi van, de azt nem nagyon szereti a játék. Ó. Oh. Hát igen, erről beszéltem, az ilyen részeket majd azért megpróbálom kivágni, de... De semmi baj. Bazd meg, az közel volt. Ez meg főleg közel lesz. Ja nem. Csak összehalt és lelimitálta az FPS-emet 30-ra. Megint. Nem baj. Ezt a verseny már végigviszem így 30 FPS-re, ami úgy inkább 20-nak tűnik. A 30 FPS az biztos nem ilyen. De miért csinálja ezt? Nem tudom. Mindegy. Ezután újra resizem. Nem tudom, hogy megint kell az egész gépet resizni, vagy mi a fasz van, de... Valószínűleg kell megcsinálnom azt. Nem tudom, hogy most mi a fasz van a gépemmel, hogy már megint ilyeneket csinál, de megnézem. De igazából nem, mert csak Forza közben csinálja, szóval nem is értem. Mindegy, megnyertük, az a lényeg. Fun fact, ez most nem fúró volt, hanem a kontrollerem. Letettem az asztalra. Ó. Oh. Tehát elég egymás után értek be. Egymás segébe, nem baj. Na, akkor én azt mondom, hogy akkor resizek egy gépet. Ezért 30 FPS nem túl jó. És utána folytatjuk. Na, egy gépresi után itt vagyok újra 60 FPS-sel. Végre. Viszont, még mielőtt folytatnám, a játék szólt nekem, hogy új ajándékom van. Szóval, oda elmegyek először. Megnézem, milyen shitboxot küldtek. De hát mi a fasznak még? Már tudok fesztrövögölni. Most nincs kedvem átmenni a félmapon. Na nézzük. Nézzük, mit kaptam. Úristen, doboz. Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? Milyen kocsi? Egy mini. Jó, tetszik az autó, köszönöm. Tényleg a múltkor, amikor legutoljára játszottam, én meg... Geszi... ajándéknak elküldtem. Valami, nem tudom, hogy új játékosnak, vagy visszatérő játékosnak. Így kibaszott Bugatti Divót. Na volt kettő, és hát mondom... Akkor... Minek kettő? Szóval, ja, az egyiket azt elküldtem. Na, de mindegy is, folytatjuk. Folytatjuk még egy darab kocsival. Mi egy Jaguar Sport XJR. Ez mi a fasz? Egész jól néz ki. De én esküszöm, ilyen, ezt a kocsit én életemben nem láttam. Tehát itt valamiről lemaradtam. Ja, de. Hát azt már vágom, de az elejét azt... Amúgy nekem baszottul tetszik. Jó, hogy ezt ki lehet nyitni a motorházat, bár mondjuk tényleg azt nem is lehet. Mert nincs. Na mindegy. Jól néz ki. Ez szerintem jó lesz. Ez biztos, hogy jó lesz. Ja, jobb oldalon van a kormány. Faszom. Lehet, hogy nem is fogunk tuningolni. Max S1 tetejéig húzom föl, de ezt nem akarom amúgy. Na hát ezzel megnézzük így, gyárilag is, hogy mit megy. Hát gyorsabb, mint a Jimmy. Az tény.
Hát max egy jobb gumit teszek rá, ha lehet, meg nem tudom, hogy ez meddig fogja felhúzni. Mert mondom ezt, max esély tetejéig húznám fel, felesleges tovább, én úgy gondolom. És ez egy pont S1 900-as, ami tökéletes. Ez szerintem esküszöm, hogy eddig ez a egyik kedvenc kocsim. Pedig én nem is vezettem sokat. Mint a Barnfindosok közül. Mondjuk az a F40 is jó volt. Illetve többire nagyon nem is emlékszek. Ah, jó lesz ez. Már keresünk valami részt. Ez pont jó lesz, van benne kanyar, egyenes is. Ó, a faszom. Elkezdtem spamelni az a betűt és... Na jó, hát akkor... ebből meg ki kell lépni. Na. Na, most már jó kocsival vagyunk. Azt a faszom, bebasztam a könyököm. Egyfolytában én az elmúlt két hétben valamiért minden nap legalább egyszer bebasztam a könyököm. És mindig a jobb könyökömet. Mi a fasz? Mit csinál az, ez a pali F40-ben? Nem baj, megyünk, nagyon megyünk, amúgy igen, ez sokat csöbességes. Viszont kanyarokba egész jól tudja. Csak ahhoz az kell, hogy én se basszam el. Az előző részekben már rá lehetett jönni, hogy annyira nem vagyok ügyes, de próbálkozni lehet. Jobb úgy, hogy már baszott régen játszottam, de... Na de mindegy. Egy kis kolat, semmi baj. Azt nem hiszeltem, hogy... de... Fucking hell. Mondjuk nem akarom elszólni magam, de mintha már kevesebbet, kevesebb kanyart basznék el, mint... Jó, semmi baj. Mint amennyit szó... De szerintem beszéljünk a kocsiról. De azt mondom... Na szóval a kocsi az amúgy, az amúgy teljesen jó, tetszik. Mert amúgy jól lehet irányítani is, csak nem tudom irányítani, mert balfasz vagyok. Pedig ezt a versenyt, hogy meg is nyerhettem volna, csak... Jó volna, nem koncentráltam annyira. Nyilván. De amúgy meg jó kocsi. Szóval ez tényleg tetszik. Na, még harmadik helyet behúzom. Másodikat is talán. Még a másodikat is. Na, teljesen jó. Na, hogyha koncentráltam volna az elején is, meg inkább a közepén, akkor meg lett volna az első hely is, szóval, ja, a kocsi az teljesen korrekt, ez teljesen jó, tetszik. Jó, meg lett a thumbnail is. Gyors egy random kép, mindent megold. Na, de mivel csak két kocsi lesz ebbe a részbe, ezért arra gondoltam, hogy egy kis bónusznak, ami van, amennyi van, kipörgetem a Super VSB-neket. Van 8, nem túl sok, de egy kis bónusz. Hogy benne legyen túl rövid. Ó, Firebird. Na, hát ez gondolom valami drag kocsi lenne.
Ja, Mustang, jó, nem lesz Mustangom. Nem, hogy pénz, pénz is jó. Clio. Tökéletes. De egyes golf is volt, ezért 10 000-es fölött, az is jó lett volna. X5, RS4, 15 000. Na hát ebből szerintem úgy megvan az összes, de... Én de legalább van több. Na, nem tudom mi jó, de van. Barna deszkás cipő. Csak elvágytam. Még fa papucs nincs ebben a játékban, úgy esetleg. Az lehet, hogy nincs, de szürke felhajtott farmer az van. Meg egy Audi Quattro. Na, az teljesen jó. Jó, RX7. Elfogadom. És még több pénz. Még van egy darab sima pörgetésem, azt is kipörgetem, mert miért ne? Gyakori figyelem, Duda. Teljesen megérte. Én azt mondom. Akkor én ezt itt szerintem le is zárnám, és akkor majd a következő részben, ami remélhetőleg nem 4 hónap múlva lesz, ott akkor pedig kipróbálom az utolsó 3 kocsit. Utána meg nem tudom, hogy lesz-e még forzás videó, hát valamikor még biztos lesz. Nem tudom, hogy fogok írni valami extension, vagy valami. Mindegy, majd még valamit kitalálok. Szóval, ja.